MÁV 71 számú vasútvonalán fekszik állomás közvetlenül a magyar-szlovák határ mellett. A Budapest nyugati pályaudvarról érkező személyi vonatok csak idáig közlekednek, Párkány felé csak a nemzetközi Eurocity vonatok mennek tovább. Az állomás Párkány felőli végén található a gyalogos felüljáró. Felüljáró másik oldalán egy már nem használt vízház található. Párkány felől a váltókörzet után látható a Tipoly folyó fölötti híd. A határvonal a híd közepén található, a folyó túloldala már Szlovákia. Az állomás épület mellett található határőrség épülete. A Schengen élvezethez való csatlakozás után funkcióját vesztette és használaton kívül került. És itt van maga itt a felvételi épület. Most éppen nyitva van a Vesti, ami hozzátartozik. Tudjátok, van összesen egy, kettő, három, négy ugye utasforgalmi vágány, de valószínűleg személyi forgalom, már csak ezt a kettőt használják, ahova a széles magasított középpadon kiépült. Másik kettőt valószínűleg csak szükséghelyzetben, ott látszik, hogy keskenyebb is, meg alacsonyabb is a pedon. És itt van a felvételi épület, akkor egy picit más szögből. Van digitális utastájékoztatás, meg ugye hangos bemondó is van. És akkor itt látható az úgynevezett otemoszlop, ezt én megmutatom nektek. Ahogy szépen az induló vonatokat listázok, itt a 17.30 coin az S70-es. És itt van a Metropolitan, amire helyi egy váltató, de nem kötelező, 17.32, én ezzel fogok elmenni. És hát látjátok, van még 17.55-kor lenne egy zóna. És Döbösi átkelésen meg most minden megáll, valószínűleg azért, mert jár a komp. Felületesen, ugye mindent nem tudok most hirtelen bemutatni, de felületesen azért így utasforgalmi létesítményeket az újban megmutattuk. Tájékoztatjuk az utazó közönséget, hogy a menetrend szerint 17 óra 5 perckor Budapest nyugati pályaudvar felől érkező Z70-es zónázó vonat előreláthatólag 10 percet késik. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket. A felvételi épület mögött van még ott a helyi buszpályaudvar. Ott arra messzi távol van egy rakodó, ott látszik a rakodóvágány, és ott az oldal rakodó mellette az meg egy, szerintem egy áruraktár épület lehetett korábban. És szobállomás felvételi épülete az utcafront felől, mellette a buszpályaudvar, ahol éppen most két busz áll bent. Ezzel a busszal jöttünk egyébként Kemencéről vissza, és áll bent egy másik rédó. Vámos, mikor a letkés felemegy majd. 355-ös járat.